Sziasztok! Ma a pénz időértékét nézzük meg. Megismerkedhettek a jelen értékkel és a jövő értékkel. Bevezetésként hadd kérdezzek valamit. Ha azt nézed, hogy melyikkel jársz jobban, melyiket választanád? 1 millió forintot ma, vagy ugyanennyit jövő ilyenkor? Valószínűleg azt mondod, hogy 1 millió forinttal az itt és mostban jobban jársz, mint a jövő ilyenkor adottal. Elvégre a ma megkapott pénzt befektetheted, ezzel együtt hozama lehet. Másrészt a jövő ilyenkor esedékes pénznél az inflációt is illik figyelembe venni. Ha van egy képzeletbeli bank, amelyik megadja neked az 5%-os kamatot, akkor a mai 1 milliódból jövő ilyenkor már 1 millió 50 ezer lesz. Míg ha csak jövőre kapnál meg az 1 milliót, akkor az még mindig csak 1 millió lesz. Mielőtt tovább lépnénk, nézzünk meg néhány jelölést, amivel máshol is találkozhatsz, és amit én is végig használni fogok. Az 1 millió 50 ezer forint a pénzed jövő értéke. Jelölése FV, mint future value. Az 1 millió forintot pedig a pénzed jelen értéke. Ezt szokták PV-vel, mint present value is jelölni, valamint C-vel, mint capital, azaz tőke. Az R az a növekedési ráta, amivel a pénzed dolgozik. Ha csupán a mértékét látod és más leírás nincsen hozzá, akkor éves mértéket jelöl. Ez jelen esetben 5% per évet jelent. Az N az az időszak, amíg a pénzed dolgozik. Alapesetben szintén években adják meg. Ennek jelölése más forrásokban T, mint time. Tegyük fel, hogy ebben a bankban te nem csak 1 évig, hanem 5 évig szeretnél dolgoztatni a pénzedet. Így minden évben megkapod az 50 ezer forintos megszolgált kamatodat. Mit lépsz arra, hogyha valaki azt mondja, hogy fektess be inkább ő hozzá a pénzedet, és ő a legvégén ad neked 260 ezer forintot? Az eddigiekből számodra 2 dolog is kiderülhetett. Egyrészt a ma biztosan megkapott pénz többet ért, mint ha ugyanazt csak holnap kapnád meg. Másrészt azt is láthattad, hogy épp emiatt az eltérés miatt az eltérő időpontokban érkező pénzösszegeket közvetlenül nem adhatod össze, vagy éppen nem vonhatod ki egymásból. Ennek megfelelően, ha jó megoldást szeretnéd megkapni, akkor nem vonhatod csak úgy ki a 260 ezer forintból az 5x50 ezer forintot. Ahhoz, hogy 2 befektetést vagy 2 beruházást össze tudj hasonlítani, közös nevezőre kell őket hozni. Ennek legkézenfekvőbb megoldása, ha egyetlen időpontban aktuális értékre számolod át őket. Ezt megteheted úgy is, hogy megnézed, hogy mennyit érne ma egy jövőben kifizetett pénzösszeg, vagy mennyit fog érni a pénzed egy bizonyos idő múlva. Az első a jelenérték számítás, a második a jövőérték számítás. A jelenérték számításnál megnézzük azt, hogy mennyit érne ma az a 260 ezer forint, amit 5 év múlva kínálnak neked. Ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani az 5x50 ezer forintokkal, megnézzük azt is, hogy ezek mennyit érnének ma. A pénz jelenértékének meghatározását diszkontálásnak nevezzük. A jelenérték számítás megmutatja azt is, hogy ma mekkora összeget kellene az adott növekedési ráta mellett befektetned ahhoz, hogy elérd a kívánt eredményt a megadott időre. A jelenérték számítást ennek a képletnek a segítségével tudod kiszámolni. Itt a PV a jelenérték, az az összeg, amit éppen most keresünk. Az FV ismert, elvégre tudjuk, hogy mekkora összeget fogunk egy bizonyos idő után megkapni. Az R szintén ismert, itt jelen esetben 5%-os garantált kamatot tudsz elérni. A hozamoknál figyelj arra, hogy ha nem a mostani, egyszerű összehasonlítás a kérdés, hanem az, hogy mekkora összeget kell befektetned egyik vagy másik befektetésnél, akkor mindig az adott befektetés saját növekedési rátáját használd. Az N pedig az évek száma. Mivel a 260 ezer forint egyetlen tételből áll, így kezdjük ennek a diszkontálásával. Itt a jövőérték ismert, ez az az összeg, ami még nincsen a birtokodban, hanem valamikor későbbre ígérik neked. Ez 260 ezer forint. Az R itt most szintén 5%. Nem törvényszerűen azonos a kettő, ennek a befektetésnek a saját növekedése nyilván magasabb, mint 5%. De most kiindulunk abból, hogy csak ebbe a képzeletbeli bankba tudnád elhelyezni a pénzedet. Ha csupán az a kérdés, hogy melyik összeg ér többet az idő 2 pillanatában, akkor itt az inflációs rátát is használhatod. Az N az évek száma, itt kimondták neked, hogy ezt a 260 ezer forintot 5 év múlva kapnád meg. Ha az ismert számokat a képletbe behelyettesítjük,
akkor megkapjuk a felkínált összeg jelen értékét. Ez 203.716 forint. Azaz 5 év múlva ugyanúgy 260.000 forintod lenne, ha ezt az összeget betennéd ebbe a bankba. Ettől még nem vagy sokkal előrébb, a válaszhoz tudnod kell, hogy ez több vagy kevesebb, mint amit a bankban elérhetsz. Épp ezért most nézzük meg, hogy az 50.000 forintok jelen értékei hogyan alakulnak. Itt a jövő értékre könnyen rávághatnád, hogy ha a bank 250.000 forintot ad, akkor a jövő érték az 250.000 forint lesz. Csak hogy ez nem így működik. Emlékszel? Az eltérő időpontban érkező pénzeket nem adhatod csak úgy össze. Ez a meghatározás semmit nem mond arról, hogy a pénzt kitől kaptad. Ezért itt a jelen érték számítást 5-ször fogjuk elvégezni, a jövő érték pedig 50.000 forint lesz, csak éppen 5-ször. Az R az ismert, mert megadta a bank. Az N az attól függ, hogy éppen melyik 50.000-es tételről beszélünk. Annak megfelelően fog változni, hogy hány év múlva kapod meg az aktuális összeget. Ha ezt behelyettesítjük, akkor a képlet így fog kinézni. Bár itt más és más időpontban megérkezett pénzekről beszélünk, de a törtek mind-mind az adott összeg jelenben kifejezett, azaz diszkontált értékét fejezik ki. Azaz, ezt már összeadhatjuk minden további nélkül. Ekkor 216.473 forintot kellene befektetned, hogy ugyanezeket az összegeket ugyanabban az időpontokban megkapd. Azaz, ha nem is sokkal, de egy kicsit többet kapsz ezzel a képzeletbeli bankkal, mint a másik befektetéssel. Ha a jelen érték számítást arra használnád, hogy megkap, hogy melyik lehetőség végeredményéhez mennyit is kellene befektetned, akkor a minél alacsonyabb összeg lenne számodra jó. Itt viszont te így is, úgy is a kezdeti 1 milliót fekteted be. Itt azt számoltuk ki, hogy mennyit érne a felkínált összeg, ha ma kapnád meg. Tehát jelen pillanatban a nagyobb összeggel jársz jobban. Nézzük meg ugyanezt csak jövő érték számítással. A jövő érték számítás gyakorlatilag nem más, mint egy kamatos kamatszámítás. Ennek a képletét már a kamatszámításról szóló részben megismerhetted, a jelöléseket ismerve túl nagy újdonságot nem rejt, mindössze a jelen érték számítás képletét rendezi a célnak megfelelően. Azaz a jövő értéket megkapod úgy, hogy a jelen értéket szorzod a növekedés mértékével. Ennél a példánál kicsit kényelmesebb a helyzetünk, mint a jelen értéknél, lévén, hogy a 260.000 forintot egy összegben kínálják neked 5 év múlva. Így ennek a jövő értéke garantáltan ismert bármiféle számogatás nélkül is. Ezért már csak az a kérdés, hogy az 5x50.000 forint mennyit ér majd 5 év múlva. Itt is figyelj arra, hogy nem 250.000 forintról beszélünk, hanem minden évben 50.000 forintról 5 éven át. A kitevőknél a jelen érték számításnál azt nézted, hogy ha ma megkapnád, akkor hány évet tudna a kérdéses időpontig dolgozni a pénzed. Itt is azt nézd, hogy a kérdéses időpontig hány évet tud még a már megkapott pénz dolgozni. Mivel itt azt keressük, hogy az 5. évben, tehát abban a pillanatban, amikor az utolsó 50.000-es tételt is megkapod, mennyi az egész pénzáram jövő értéke, így az utoljára megkapott összeg már egyetlen egy évet sem tud dolgozni. Ha a képletbe behelyettesítjük a számokat, akkor így fog kinézni. Ennek a kitevője 0 lesz. A legelőször megkapott kamat a futamidő első évének végén lesz esedékes, így ez a legvégéig 4 évet tud még dolgozni. A többi kitevőt pedig ehhez igazodva írjuk fel. Végeredményként pedig megkapod, hogy 276.281 forintnak felel meg, azaz 5x50.000 forint, amit a bankban elérhetsz. Azaz itt is kijött az, hogy számszakilag hiába több a 260.000-es ajánlat, de mégsem jársz vele jobban. Végezetül nézzük meg, hogy hol veszed hasznát a jelen érték és a jövő érték kiszámolásának. Ha használod, akkor képes leszel befektetési lehetőségeket összehasonlítani, és meg tudod majd mondani, hogy vélehetően melyikkel jársz majd jobban. Nem csak befektetéseket tudsz majd összehasonlítani, hanem akár hiteleket is, vagy éppen a hitel előtörlesztésének értékét tudod így megmondani. Bár nem hangzik soknak évi 0,5%, hosszú távon összeadódhat a hatása. Ennek segítségével fogod látni viszonylag kisméretű kamatváltozás hatását is. Ez különösen akkor tud fontos lenni, ha azt a kamatot te fizeted a bank felé. Végezetül használhatod arra is, hogy amikor van egy befektetésre váró pénzösszeged, aminél dönthetsz úgy, hogy hagyományos befektetést választasz, vagy valamit veszel rajta, akkor a jelen érték és a jövő érték számítással meg tudod mondani, hogy milyen mértékű áremelés az, aminél még jobban jársz a befektetéssel, és mikor vásárolj inkább belőle valamilyen árut.